A múltkorát bemutattam nektek különböző állatokat, amik képesek voltak túlélni a halált. Na arra gondoltam, hogy mivel itt a viccelek csatornán mi aztán nem játszunk, ezért most egyen fejjel fogjuk emelni ezt a lécet, és ma olyan embereket hoztam el nektek, akik képesek voltak kicselezni a kaszást, és hihetetlen dolgokat éltek túl. Sziasztok srácok! Én viccelek vagyok, és köszöntök mindenkit a mai videóban. Mindent elmondtam ebben a kis intróban, még annyit hozzáfűznék, hogy mindenképp maradj itt a videónak a végéig, mert olyan dolgot hagytam a legutolsó helyre, hogy gyerekek, az valami káprázatos, az hihetetlen, hogy ezt mégis hogyan tudta valaki túlélni, de ez megtörtént, és vannak róla feljegyzések és még képek is, úgyhogy wow. Aki igazán türelmes és végignézi ezt a videót, az hatalmasat fog majd látni a végén. És hogyha már itt tartunk, azt kell mondjam gyerekek, hogy imádom, hogy ennyire aktívak vagytok, imádom, hogy tényleg ennyire jó fejek vagytok, ennyire sokat beszélgetünk, ennyire sokan kommenteltek. Olyan ez az egész hashtag teamelek csapat, ugye az összes feliratkozom együtt, mindenki összefoglalva hashtag teamelek csapattag, szóval tényleg ez olyan, mintha jó barátok lennénk és dumálgatnánk. Úgyhogy mindenképpen tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, mert ezt tényleg szanaszét adom, ezt nagyon imádom. És akkor most el is indítom a mai versenyt, szekeretek meg kommentebe és írjátok meg azt, hogy ismertek-e bármilyen hasonló sztorit, ahol az emberek túlélték idézőjelbe téve a halált is. Szóval írjatok olyan sztorikat, vagy akár kifejezetten ember neveket, akikről már hallottatok, akik ténylegesen óriási baleseteket úsztak meg mondjuk karcolások nélkül. Úgyhogy írjátok a kommentek, viszont nézzük is akkor a sztorikat, lássuk is, hogy miket hoztam nektek mára. Azt még azért hozzáteszem, hogy eléggé durva és ijesztő történetek lesznek ma, szóval hogyha nem bírod az ilyen felkavaró történeteket, akkor inkább ezt a videót most zárd be. Alexis Goggins, a 7 éves hős kislány. 2007-ben az édesanyja életének megmentése érdekében saját magát vetette egy fegyveres férfi elé. Mindkettőjüket elrabolta a nő ex-barátja, aki autójával egy elhagyatott rész felé vitte őket, előre megfontolt szándékkal arra, hogy bosszút álljon. Egy ponton azonban sikerült Szalafének, a lány anyjának kiugrani a kocsiból és segítségért kiáltott. A férfi azonnal megállt és a fegyverét a nőre szegezte. Ekkor Alexis is kiszállt a kocsiból és üvölteni kezdett, hogy ne bántsa az anyját. Azonban a férfi csőre töltött és lövésre emelte a pisztolyt. Ekkor pedig a kislány a fegyver és édesanyja közé ugrott, és a 12 lövésből többet is saját testével fogott fel. Két golyó ugyan eltalálta az anyját a fején és a kezén, de a kislány a nagyját ténylegesen tompította. Szembe, bal halántékon, állon, arcon, mellbe és karba lőtte az őrült férfi. Csupán a szerencsének és az angyaloknak köszönhető talán, de mind a ketten túlélték, és a támadó jelenleg is a 60 éves börtönbüntetését tölti. Rui Mahamudza. Egy dél-afrikai futballjátékos a Végső állomás című filmbe illő helyzetet élt túl. Autójával nedves úton közlekedett, amikor is elvesztette az uralmat a kocsi fölött, az pedig a szalagkorlátba sodródott. Nagyon balszerencsésen csapódott be, és így az egész kocsit átszúrta a korlát. Úgy ment be a Verda hátulján és távozott a szélvédőn, mintha csak papírból lett volna. A helyszínen készült fotókon jól látszik, hogy a férfi fehér BMW-je milyen elképesztő ütést kapott. Azonban az óriási szerencse az az, hogy nem pont a sofőrülésen ment keresztül ez a korlát, mert hogyha ott döfte volna át a kocsit, akkor garantált nem érte volna ezt túl a férfi. Egyszerűen tényleg hihetetlen, amikor ilyen sztorikat olvasgatsz, hogy konkrétan csak fél méter választott el az embert attól, hogy hát örök nyugovóra térjen. Lindy Harling. Lindy egy Lambury-ből származó hölgy Angliából, aki túlélt egy 2,5 kilométeres zuhanást. Éppen ejtőernyős műugrást hajtott végre, csak hát lényegében ejtőernyő nélkül. Azaz, mikor kiugrott a repülőgépből 2500 méter magasan, még minden jónak tűnt. Ahogy viszont elérte a megfelelő magasságot és meghúzta a kioldó zsinort, semmi sem történt. Megpróbálta még 3 alkalommal, de rájött, hogy itt bizony valami baj van, és rögtön inkább a tartalék ejtőernyő zsinórjáért nyúlt. Ezt működésbe hozva azonban a fő és a tartalék ejtőernyő egyszerre kioldott és összecsavarodott fölötte. Körülbelül 40 másodpercig zuhant az összegabajodott ejtőernyőkkel 110 km/h sebességgel, míg végül aztán az elkerülhetetlen bekövetkezett és becsapódott a földbe. Csodával határos módon viszont Lindy mindössze néhány közepes mértékű sérülést szenvedett csak az amúgy akár halálos kimenetellel is végződhető balesetben. Két bordája eltört, ezek kiukasztották a tüdejét, emellett eltört az orra is és néhány foga is letörött. Persze ezek nagyon fájdalmasak önmagukban, de a halálnál azért mégiscsak jobb maradjunk annyiban. Azonnal a kórházba szállították és az orvosok el sem akarták hinni, hogy egy ilyen súlyos balesetet ennyire szerencsésen megúszott a hölgy. Lindy teljesen felépült, és 7 évvel a majdnem végzetes ugrása után azt tette, amit mindenki más is tenne az ő helyében. Azaz logikus módon még egyszer elment ejtőernyőzni 2008-ban. Na és ami ezután történt, az hihetetlen. Na jó, szerencsére nem történt semmi extra, kinyílt az ejtőernyő és ezúttal már minden jól végződött.
de azért igenis tiszteletre méltó, hogy leküzdötte a korábbi rossz emlékét és félelmeit, és újra megpróbálta az eltűnőzést. Pitak Riangsima. Egy tehetős üzletember viszonylag veszélyes hobbit választott. Autórajongóként egyik luxus sportkocsijával járt a tájföld útjait, név szerint egy 300 ezer dolláros Lamborghini gáljárdóval. A sztori pedig az, hogy majdhogy nem szó szerint ketté vágta ezt a kocsit. A 40 éves férfi a balesetet követően úgy emlékezett vissza, hogy kb. 150 km-rel haladt a szakadó esőben. Ezen a ponton már azt hiszem nem lesz túl meglepő, hát ő sem volt képes felülkerekedni a helyzeten. Kicsúszott és egy az út melletti fába csapódott, ami középen eltalálva a kocsit két részre szakította. Az első és a hátsó darab egymástól méterekre repült. Azonban a férfi hatalmas szerencsének köszönhetően karcolások nélkül úszta meg az egész esetet. Sőt, a baleset után egy-két perccel az esőben a többi emberrel együtt várta a helyszínelők kiérkezését az esernyője alatt. Szerencséjét a Buddha szobornak tulajdonítja egyébként, amit mindenhová magával visz. Ron Hunt. 2003-ban egy építőmunkás fejjel egyenesen egy 45 centi hosszú falfúrógép fúrófejére esett. Ron egy létre tetején dolgozott és a mennyezeten végzett fúrásokat, amikor is a létre alatta elkezdett mozogni. Nem bírta megtartani az egyensúlyát és lezuhant a magasból. A munkabiztonsági előírások alapján az első dolga az volt, hogy eldobja a kezéből a fúrót, nehogy véletlenül megsértse. Csak hogy ez a gép pont saját maga alá esett, és a férfi pedig fejjel egyenesen a függőlegesen felfelé ívelő, hegyes, edzett acél fúrófejre érkezett. Nos, ez teljes mértékben keresztül ment a koponyáján, amivel rögtön a sürgősségére került. Az orvosi vizsgát után kiderült, hogy a fúró átszúrta a szemgödrét és az agyát félre nyomva hatolt be a koponyába. Na most ezt tudva, a műtét helyett konkrétan a menetirányjal ellentétesen egyszerűen csak kicsavarták a fejéből. Az egészben a legdurvább pedig az, hogyha csak fél centivel megy félre és elkapja az agyát, akkor aztán nem lett volna menekvés. Úgyhogy konkrétan kb. Ennyin múlt az élete, úgyhogy ennyivel élte túl csak a halált, ez valami elképesztő. És egyébként nem is véletlen, hogy ezt követően a munkatársai csupán csodaembernek hívták. Caleb Whitby. Washingtonban egy nagyon forgalmas főúton történt a következő eset. Két teli kamion közé présődött be az autójával, teljesen eldeformálódva. Oregonban ezen a napon teljesen le voltak fagyva az utak, és ahogy az előtte lévő kamion hirtelen fékezni kezdett, ő is visszaváltott és lassításba fogott. Legalábbis próbált volna, de az autója egyenesen a kamion hátulja felé csúszott. Bele is ütközött szinte teljes sebességgel, azonban ezután következett a még nagyobb probléma. Jobbra nézett, és látta, hogy egy másik kamion csúszik egyenesen felé. Fékek ugyan lassítottak valamennyit rajta, de ő is lendületből csapódott be az autóba. Nos hát ebben a pozícióban, mint egy szendvics közepe, pont úgy ékelődött be a két kamion közé. A CNN-nek adott interjújában egyébként a következőképpen fogalmazott. Minden hihetetlen gyorsasággal történt, de Caleb szerencsére túlélte az esetet. Sőt, valójában csak az egyik szemöldöke és a karja sérült meg. Ahad Israfil. A leghihetetlenebb történet következik, ami már tényleg elképzelhetetlen. 1987-ben a 17 éves Ahad egy helyi üzletben dolgozott Ohio-ban. Főnöke véletlenül elejtette a kezében lévő pisztolyt, ami a földbe csapódva elsült és a fiú koponyáját találta telibe. A jobb agyféltekéjének egy nagy részét és a koponyájának is egy meghatározó darabját rögtön levitte. Azonnal a földre esett és a sokkos állapotban elájult. A mentősök rohamtempóban szállították kórházba a fiút, és egy 5 órás műtétet hajtottak végre rajta. És a legnagyobb csoda pedig csak most következik. Ezt követően Ahad felébredt, és rögtön beszélni próbált. A saját anyja úgy írta le a fia fejét egyébként, hogy szerinte egy leeresztett kosárlabdára hasonlít. Hát lényegében a poén elűzi a rossz kedvet, de azért egy eléggé furcsa kijelentés, az biztos. Évekkel a felépülését követően egy plasztikai sebész egy kemény szilikont ültetett be a fiú fejébe, ezzel kitöltve az ott maradt űrt. Egyébként csak ráadás, hogy a már a 42 éves, fél aggyal rendelkező férfi később kiemelkedő diplomát szerzett az egyetemen. Na ezek után mégis milyen kifogásod van a matekkal szemben, mi? A Nápolisban, Brazíliában egy 56 éves nőt és az unokáját elütött egy autós, amikor az út szélén szabályosan sétálgattak. Egy biztonsági kamera felvétele pontosan mutatja az eseményeket, de ez már túlságosan is felkavaró ahhoz, hogy beletegyem a videóba. Egy nagy sebességgel érkező autós elvesztette az uralmát a kocsija fölött, ezzel belecsapódott a felvételen látható parkoló fehér kocsiba, és végül ez hajtott át a két ártatlan járókelőn. A nő fejjel a betonba csapódott és rögtön el is ájult.
utána viszont ez a gépjármű még átgurult az egész testén, amit inkább cenzúrázok. Emellett pedig az is látszik, hogy a kisfiúnak pont a fején ment át az első kerék. Ez egy eléggé brutális eset, de szerencsére megnyugodhattok mindketten, az 5 éves kisfiú és nagymamája is szerencsére csak kisebb sérülésekkel megúszták az egészet. Ebből pedig leginkább a tanulsága az, ami szerintem tényleg nagyon fontos, ez pedig az, hogy bármikor, amikor az utcán vagytok, akkor tényleg mindig nagyon figyeljetek oda a környezetetekre, mindig nézzetek körbe duplán, akár triplán is, mindent nézzetek meg százszor, mert egy ilyen dolognak a bekövetkezése akár csak egy másodpercen múlhat, és hidd el, jobb, hogyha inkább te figyelsz, mert az autósok sokszor hatalmas nagy hibákat vétenek. Venceslao Mogul. 1915. március 18-án fogták el a férfit, és a mexikói lázadásokban való részvétellel gyanúsították. Bírósági eljárások nélkül azonnal golyó általi halálra ítélték. Miután 8-szor rálőttek, a parancsnok odasétált a földre esett férfi testéhez, és még utoljára közvetlen közelről fejbe lőtte, hogy biztos ne tudja túlélni. Csodával határos módon azonban egyetlen golyó sem talált létfontosságú szervet, miután a kivégző osztag elment, ő felkelt és segítségért indult. Sikeresen felépült az incidensből, sőt egy teljes értékű életet tudott élni ezután. 1937-ben pedig még egy Believe It or Not című rádió műsorban is szerepelt. Úgyhogy vávos kacok, hát ez lett van a mai videó, azt kell mondjam, hogy eléggé durván hihetetlen sztorik voltak, és ez még csak a kezdet, még rengeteg sok ilyen és ehhez hasonló is van. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek a figyelmet, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, hogy élveztétek a mai videót, már csak azért is, mert 3000 lájk után folytatás, és hozni fogok egy második részt ebből, ahol ismételten olyan embereknek a sztoriát fogom nektek bemutatni, akik képesek voltak túlélni a halált, vagy akár tényleg csak milliméterekkel megúszni azt, hogy el kelljen távozniuk. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek a figyelmet, ne felejts el csatlakozni a csapathoz, azaz iratkozz fel rám, nyomd ezt a kis csengőt is, és bengem akár Instán is, és írd meg kommentben, hogy te még ismersz-e bármilyen ehhez hasonló, vagy akár kifejezetten ismerősöddel megtörtént sztorit. Na de én most már megyek kajálni, most már tényleg majdnem éhen haltam, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, holnap ismét találkozunk egy másfajta videóban. Addig is legyetek jók, mindig nézzetek körre balra, jobbra, aztán pedig megint balra az úttesten, és sziasztok!